Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy rendkívüli hírmix itt az Ultrahang csatornáján, merényletet kísérelte meg Donald Trump ellen, erről fogunk ma beszélni. Amikor rögzítem ezt az adást, akkor 7 óra 27 perc van reggel. Egyébként amikor erről értesültünk, akkor olyan hajnali 1-2 óra volt, éppen egy baráti rendezvényen vettünk részt, és nagyon sok üzenetet kaptunk arról, hogy mi történt az Amerikai Egyesült Államokban. Azért vártunk mostanáig, hogy lássuk a fejleményeket, megtudjuk, hogy ki lehetett a merénylő, illetve pontosan mi is történt. Jelenleg biztonságban van Donald Trump, akinek támadás szakította félbe Pennsylvania állambeli választási gyűlését szombaton. Ezt a republikánus elnök jelölt védelmét ellátó titkos szolgálat közölte. Butler megye kerületi ügyésze arról adott tájékoztatást, hogy a merényletnek egy halálos áldozata és egy súlyos sérültje van. A támadó is életét vesztette. A lövöldözésben a korábbi amerikai elnök megsebesült, de jól van. A Pennsylvania állambeli Butler megyében Butler település közelében tartott nagygyűlésen Trump beszédének megkezdése után mintegy 6 perccel történt a merénylet. Donald Trump a tompa lövés hangok után a füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott, ezután a védelmét ellátó titkos szolgálat ügynökei vették körbe, és a merényletet követően a biztonsági személyzet és a hatóságok közbelépése után a korábbi amerikai elnököt a védő gyűrűben vitték le a színpadról, és a konvoj pedig elhagyta a helyszínt. Azt lehet látni egyébként az élő közvetítésből, hogy Donald Trump a fején megsérült, vérzett a feje, de a saját lábán hagyták el a pódiumot. Az elsődleges hírek szerint egyébként a fülénél sérült meg. Nagyon látványos és érdemes megnézni a videó felvételeket, hogy a lövést követően, amikor Trump felkel, akkor az öklét lóbálva, gyakorlatilag nagyon mérgesen kiabálva hagyta el a színpadot. Ez nagyon Trumpos volt egyébként, és mi is nézegettük a munkatársainkkal, barátainkkal, hogy amikor valakit meglőnek, akkor utána néhány másodperccel milyen határozottan és milyen mérgesen és dühös sem ad jelzéseket. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon az adrenalin miatt, a sok miatt tette mindez, vagy ismét előjött Trumpnak a személyisége, de tényleg érdemes megnézni a felvételeket, mert nagyon látványos, ahogy nagyon mérgesen üzen a támadóinak. A felvételek szerint a korábbi elnököt a jobb fülénél érte a sérülés. Ezen a nagygyűlésen egyébként 10 000-ek vettek részt. A rendezvény az utolsó nyilvános választási gyűlése volt a republikánus párti országos jelölőgyűlés előtt. Steve Chung, Donald Trump kampányának szóvivője azt közölte, hogy a korábbi elnök jól van, de egy helyi egészségügyi intézménybe vitték megvizsgálni. Az erőszakos incidensről tájékoztatták a hétvégét Delaware államban töltő Joe Biden elnököt is. Számos vezető amerikai politikus, republikánus és demokrata elítélte a történteket. Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke azt írta, hogy imádkozik Donald Trumpért. A képviselőházi republikánusok vezetője, Eli Stefanik arra kért mindenkit, hogy imádkozzon Trump elnökért, családjáért, és mindazon hazafiakért, akik ott voltak a pennsylvániai gyűlésen. Chuck Summer, a szenátusi demokraták vezetője, közleményében azt írta, hogy a történtek rettenettel töltik el, és örömét fejezte ki, amiért Donald Trump biztonságban van. Josh Shapiro, Pennsylvania állam kormányzója, elítélte a politikai erőszak minden formáját. Közleményt adott ki George W. Bush korábbi elnök és felesége, gyáva támadásnak nevezve a történteket, és örömüket hangoztatták, amiért Donald Trump biztonságban van, és elismerésüket fejezték ki a hatóságoknak a gyors beavatkozásért. New York városában, ahol a Donald Trump toronyház áll, és a korábbi elnöknek a lakosztálya van, elővigyázatosságból megnövelték a rendőrség közterületét, jelenlétét, ezt közölte Eric Adams polgármester. Szijjártó Péter, a magyar külgazdasági és külügyminiszter is elsőként reagált a történtekre. Azt írta,
a Facebook oldalán, hogy micsoda durva egy világ ez, imádkozunk Donald Trumpért. Egyébként Orbán Viktor miniszterelnök nemrég még Trump vendége volt Floridában, akik fontos szövetségesei egymásnak, és a magyar kormányfő egyébként teljes erővel támogatja Donald Trumpnak az újraválasztását. A merénylőről egyelőre keveset tudunk, a pennsylvániai Butlerben tartott sajtótájékoztatón azt mondták, már azonosították az áldozatokat, mert hogy meghalt egy merénylő és valaki a hallgatóságból, de ezeket a részleteket egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. A lövöldözésben a nagygyűlés egyik tagja meghalt, és két másik súlyos sérüléseket szenvedett. A fegyveres férfit a titkos szolgálat ügynökei ölték meg, őt már nem lehet kihallgatni. Kiderült az is, hogy a leadott lövések szétszóródtak, azok nem csak egy helyen csapódtak be a tömegbe. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Twitteren arról írt, hogy gondolatai és imái most Donald Trumpért szólnak ezekben a sötét órákban. A merénylő személyéről már annyi még kiderült, hogy egy nagyon fiatal, 20 év körüli férfi volt a merénylő, és Donald Trump pedig elhagyhatta az őt ápoló kórházat. Orvosi ellátásra volt egyébként szüksége. A nyomozást vezető FBI már bombaelhárító eszközöket is telepített annak érdekében, hogy a nyomozók biztonságban dolgozhassanak, miután találtak egy gyanús csomagot. És egyre több információ fut be a merényletről, ami kapcsán az FBI meglepődött, ugyanis a merénylő nem csak hogy feljutott a tetőre, hanem több lövést is le tudott onnan adni. A hatóságok arról is beszámoltak, helyi idő szerint szombat éjfélkor tartottak sajtótájékoztatót, hogy a támadó a Pennsylvania állambeli Butler településen tartott nagygyűlésen elkerített területen kívül, mintegy 130 méterre egy épület tetején helyezkedett el. Megerősítették, hogy a nyomozás merénylet kísérlet miatt zajlik, az FBI nyomoz. A támadóról és motivációjáról egyelőre nem közöltek részleteket, csupán annyit, hogy magányos elkövetőről van szó, és nem áll fenn további kockázat. Közben a Fehérház azt közölte késő este, hogy Joe Biden telefonon beszélt Donald Trumppal, a tájékoztatás szerint az elnök Delaware állambeli otthonából visszautazott Washingtonba. Az újságírók előtt egy rövid nyilatkozatban ítélte el a történteket Joe Biden, amelyek kapcsán azt mondta, hogy erőszaknak nincs helye Amerikában. És nekünk is többen jelezték, hogy Robert Fico, szlovák miniszterelnök csütörtökön egy olyan videót tett fel a közösségi médiába, amely arról szólt, hogy újabb merénylet következhet. Akkor azt mondta, hogy Juraj Cintula, aki a május 15-i kihelyezett kormányülés után többször is meglőtte, szerint ellenzéki aktivista volt, amire neki tucatnyi bizonyítéka van, és megismertelte azon kijelentését, miszerint az ellenzék kizárólag gyűlöletet terjeszt, ezáltal ők lesznek a felelősök, ha még egy ilyen támadás történik. Az ellenzék július 5-e után merénylethez hasonló cselekmények elkövetésére buzdítja aktivistáit, abban, hogy ezek a támadások be fognak következni, egy másodpercig sem kételkezem, közölte Robert Fico, hogy pontosan mivel kell gyűlöletet szerint a szlovák ellenzék, azt nem fejtette ki pontosan, ez az Index cikkéből van még néhány nappal ezelőttről, ha Szlovákiában nem is történt merénylet, mert hogy itt azért úgy tűnik, hogy Fico elsősorban Szlovákiára gondolt, de hát az Egyesült Államokban igen. Megszólalt közben Donald Trump is a saját közösségi média felületén a Truth Social oldalán közzétett nyilatkozatában részvétet nyilvánított az ellene irányuló merénylet kísérletben életét vesztett ember családjának, valamint a közönség súlyos sebesülést szenvedett tagjának hozzátartozóinak is. Donald Trump hihetetlennek minősítette, hogy ilyen cselekmény megtörténhet az Egyesült Államokban, egyúttal arról is beszámolt, hogy a gulyó jobb fülét érte. Rögtön tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor meghallottam a süvítést és a lövések hangját, majd azonnal éreztem, ahogy a golyó felszakítja a bőrt, fogalmazott a korábbi elnök, hozzátéve, hogy komolyan vérzett. Emellett azt írta, hogy a támadó kiléte egyelőre nem ismert, annyit tudni róla, hogy halott.
Donald Trump két fia is reagált a történtekre. Az ifjabb Donald Trump azt közölte, hogy apja jó hangulatban van, de orvosi megfigyelés alatt maradt. Eric Trump pedig úgy fogalmazott, hogy ő a legkeményebb ember, akivel valaha is találkoztam. Donald Trump a lövöldözés ellenére is várja a jövő heti republikánus nemzeti konvenciót, közölték vasárnap a tanácsadói. Hétfőn kezdődik Wisconsinban a republikánus nemzeti konvenció, amelyen Trumpot hivatalosan is kinevezik a párt elnökjelöltjének. A Trump kampány és az RNC közleménye szerint Trump jól van a szombati incidens után, és alig várja, hogy csatlakozzon a választóihoz a jövő héten, amikor folytatják a konvenciót, és őt jelölik az Egyesült Államok 47. elnökévé, derült ki a közleményből. Hozzátették, pártjuk jelöltjeként Donald Trump továbbra is megosztja majd vízióját, hogy Amerika újra naggyá váljon. A szombati támadás volt az első merénylet kísérlet a Ronald Reagan elleni 1981-es lövöldözés óta egy elnök vagy elnökjelölt ellen. És még néhány nemzetközi reakció. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár elítélte a lövöldözést, és erőszakos politikai cselekménynek nevezte. Fumio Kishida, japán miniszterelnök azt mondta, szilárdan ki kell állnunk a demokráciát érő kihívásokat jelentő erőszak minden formája ellen. Keir Starmer, brit miniszterelnök azt mondta, hogy megdöbbenve nézték a megdöbbentő jeleneteket a tüntetésen. A politikai erőszaknak semmilyen formában nincs helye a társadalmainkban, és az összes gondolatom ennek a támadásnak az áldozata körül jár. Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök azt mondta, hogy a lövöldözés aggályos és elkeserítő, míg Justin Trudeau, kanadai miniszterelnök szerint hihetetlen. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök elnököt is sokkolta a lövöldözés. Luiz Inácio Lula da Silva, brazil elnök elfogadhatatlannak nevezte a merényletet, és másokat is annak elítélésére buzdított. A Donald Trump volt elnök elleni támadást a demokrácia és a politikai párbeszéd minden védelmezőjének teljes mértékben vissza kell utasítania. Amit ma láttunk, az elfogadhatatlan. Narendra Modi, indiai miniszterelnök barátjának nevezte Trumpot, és mielőbbi felépülést kívánt neki, miközben azt mondta, határozottan elítélem az incidenst, az erőszaknak nincs helye a politikában és a demokráciában. Teljes mértékben támogatom Trump elnököt, és remélem, hogy mi hamarabb felépül. Így reagált a merényletre Elon Musk az X-en. A Tesla vezér később azt is hozzátette, Amerikának Roosevelt volt az utolsó ilyen kemény jelöltje. Hosszasan lehetne még sorolni a reakciókat, de várjuk természetesen a további híreket és fejleményeket. Ma 11 óra 15 perckor majd Georg Spötlével elemezzük a történteket, vele is megpróbáljuk megfejteni, hogy hogyan lehet-e az, hogy egy lövész feljutott a tetőre, hogy hibázott-e a titkosszolgálat, hogy mit lehetett volna, vagy ilyenkor csinálni, vagy ez benne van a pakliban, és jól reagáltak a szakmabeliek, tehát fogunk elemezni, illetve a nap folyamán még további elemzésekkel jövünk, úgyhogy érdemes lesz ma az is az ultrahanggal tartani. Azt szeretném elmondani, hogy személyesen, amikor láttam ezeket a felvételeket, akkor engem is nagyon megrázott, és az ultrahang szerkesztősége nevében is jobbulást kívánunk természetesen Trump elnöknek, és reméljük, hogy az ilyen véres merényletek mielőbb befejeződnek Szlovákiától az Egyesült Államokig, és nem érik el Magyarországot. Úgyhogy folyamatosan figyelünk, folyamatosan elemzünk, kérjük a figyelmüket a továbbiakban is, és köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.